Nem azért mentem, hanem az ige hirdetőjét imádkoztunk kell, de kell is, majd is fogunk is. Farkas Gélyemet is szeretünk mai éjszakájától érzett el úgy kisebb eset elégtelenséggel, és reméljük, hogy holnap mit lehet. De azt gondoltuk, hogy az alkalmat meg szeretnénk tartani, hiszen van, aki ide szánta az idejét, és ezért bevállaltam azt, hogy arra az egyik ígéről, amiről ő szeretett volna beszélni, arra ajánlom az én gondolataimat. Természetesen ez nem fog beleegyedni abba a koncepcióba, amit ő kitalált és ő szeretett volna, hiszen az ő fejében, az ő lelkében és az Istentől való ihletettségben fogalmazódott meg. De nagyon reméljük, hogy holnap és holnap után a két valamelyik történetben aztán el tudjuk mondani. Hadd bízom oda mindenki az imádságot. Én hiszem azt, hogy Isten tud csodát tenni vele. Lehetővé tudja tenni, hogy valamit legyen. Nagyon szomorú volt, amikor ma délben értő, most már biztos, hogy nem tudok jönni. Azt mondtam neki, hogy az a motto, amit ő választott, azt lehet, hogy most neki kell megélni. És ha Isten megadja, akkor holnap még erősebben tel a bizonyságtételni. Tehát neki az, hogy nem úgy alakultam, ahogyan ő szerette volna, ahogyan mi szerettük volna, hanem Istennek volt valami más döntés. Amúgy a felépítés a mai alkalmak is úgy lesz, majd a hirdetések után jövő imádságot szeretnék mondani, és aztán jön az ige hirdetés rész, és aztán a végén pedig majd imádság mi atyánk, és utána pedig egy zárójának. Azt szeretném mondani, hogy azt az ongrás meditációt most nem fogod adni az ongrához, az igényedés után, ezt holnapban nem majd lesz, és azt gondolom, hogy helyén lesz. És természetesen arra is felkészülni, hogyha tiszteletes úr holnap sem tud jönni. Tehát holnap és holnap után mindenképpen lesznek alkalmaink, hitvégtő esténk, amire várunk mindenkit, de én azért nagy tényleg mentem, bízom abban, hogy az Úristen csodája az velünk van, hogy imádkozzunk azért, hogy Farkas Gélyemet is szeretünk volna, hogy lehessen. És nem nekem, vagy más lelkész kollégának kell szolgálni. Csendesen kell is imádkozzunk. Hálás vagyunk neked, Istenünk, a te szeretetedért, hogy te gondoskodsz rólunk. És ebben a hálaadásban ott van az Úr, kérés, az aggódás, a félelem és a rád bízás. Hadd hozzuk elég most történetnek az Isten tisztünk az elején, Farkas Gergely kollégákat, a tisztelt Urat. Hát kérjük azt, hogy legyél vele, legyél mellette, most ide gondol. Én hiszem azt, hogy az a fájdalommal együtt, ami lelkében is lehet azért, mert máshogy alakult, hogy ide gondol és azért imádkozik, hogy a megérthessen bennünket az az egyik ige szakasz, amit ő választott erre a három estére. De arra kérjük, Urunk, hogy te legyél vele, te legyél az ő egészségi állapotának megjavítója, te legyél az, aki csodát teszel, hogy nagy szükség van erre a csodára. Hiszen hosszú ideje készült arra, hogy mindazt, amit megértett, a te ígérből azt láthatassa nekünk, hogy mi is értsük. Úgy gondoljuk egy kicsit, Urunk, hogy szegényebbek lennénk, hogyha nem hallhatnánk az ő gondolatait. Ha te általatokból való, Urunk, akkor tedd azt, hogy holnap lehessen itt közöttünk és szolgálhasson. Meghalljunk a te akaratod előtt és elfogadjuk. Elfogadjuk a mait, a holnapi döntést és a holnapi utánit is. Rád bízunk. De mindenekből azt kérjük, Urunk, hogy az ő egészségre térhessen vissza, és így tudja szolgálni a te háromszor szent nevedet, és tudni élet a dicsőségre. És így kérjük most arra, Urunk, hogy amit elkészítettél, az már ma felhangozhasson közöttünk. Talán nem azokkal a gondolatokkal, nem azzal a gondolatfűzéssel, amivel eredetileg terve volt, de hisszük azt, Urunk, hogy te ebből is tudsz jót előhozni. Így bízzuk rá a mai Isten tiszteletünket. Azokat a gondolatokat, amelyek erősíthetik a mi hitünket, így bízzuk rá, hogy azt hangozhasson fel, amit a te lelked készített.
hogy ez gazdagítson bennünket. De ott Istenünk, hogy te kegyelmünkbe bízom kívülünk, hallgass meg. És az egyik történet választott nap is szentünk, az a Lukács evangélium a 7. részéből, a 36. és következő versenyből szólt meg bennünket. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék meg. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabásra tartóba. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olyan. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha ő proféta volna, tudná ki, és miféle asszony ez. Akkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani való neked. Ő pedig így szólt, mester. Jézus ezt mondta, egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szerette őt jól? Simon így válaszolta, hogy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus pedig ezt mondta neki, helyesen ítélt. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simon, ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba és nem adtál vizet a lábam megmosásán. Ő pedig könnyeivel ütözte a lábamat, és hajával törölte. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet. Ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneit. Az asztalnak erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki bűnöket is megbocsátja, ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Úgy menj le, ne vegyék észre, mert mindenki ismerte. Tudták, hogy bűnös. Hogy mi volt a bűne, azt pontosan nem tudjuk. Ha tényleg parázna lett volna, ahogyan gondoljuk mi elsőre, meg ahogyan sok magyarázó is beállítja, akkor hát azért a törvény szerint lehet, hogy nem kellett volna kövezni. De ha tényleg parázna volt és nem kövezték be, akkor az nem csak az ő bűne. Hiszen asszisztáltak hozzá. Hiszen használták. Hiszen szükség volt rá. Voltak, akik hasznot húztak abból, hogy ő mit csinál. Ha pedig nem parázna volt, akkor is bűnös, mert ismerték. Hogy tudatlanságban, vagy tudatosan megszegte a törvényt, vagy másokból volt bűnös, nem tenni ki. Szóval csendben ment be, hogy ne lássa senki. Ahogyan olvasod, megállt mögötte már, hogy Jézus mögött. Lehet, hogy annyira lábújhegy a kosóba, hogy Jézus csak akkor vette észre, amikor könycsebbek voltak a lábán. De bátor.
Szinte megfogy a levegő, de tudta, hogy mit gondol. Mit keres itt ez a nő? Valami mégis utakozta. Volt valami erő, ami miatt nem állt meg, ami miatt nem foglalkozott azzal, hogy mit gondolnak róla. Neki oda kellett menni Jézushoz. Neki oda kellett menni Jézus lábához, neki meg kellett mosni Jézus lábát a könnyében, neki fontos volt, hogy megkenje Jézus lábát ezzel az alabástól szercébe levő drága kenettel, és csókolosan rámett. Talán azért, mert valaki azt mondta neki, hogy ez az ember a bűnösök lehetje. És rájött arra, hogy akkor az egy is. Persze, ezelőtt a fejezet előtt olvashatjuk azt, hogy keresztelje is megkérdezi, hogy te vagy a Messiás, vagy más várjuk, és aztán Jézus kifakad, hogy eljött keresztelje is, hogy nem iszik bort, nem eszik kenyeret, és azt mondják, hogy ördög van benne. Eljön az ember, aki eszik és iszik, és azt mondják, hogy falák és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De ez az asszony talán meghallotta, hogy Jézus vámszedők és bűnösök barátja. Nem tudja, hogy miért kell közel menni Jézushoz, de az evangéliumnak, a tiszta evangéliumnak az elejét, a kezdetét meghallja. A bűnösök barátja. Talán van keresni magunknál. Talán elmondhatok hozzá. Talán oda a titokba menne, kapcsolatba léphetek vele. Kapcsolatba léphetek azzal, akiben még többet érzek. És amikor odaér, és megtapasztalja, hogy bár rosszalló tekintetek néznek rá, Jézus pedig némben tűri, hogy csinálja azt, amit csinál. Jézus elfogadja azt, amit csinál. Jézus nem küldi el. Nem taszítani kellett, amit védkezett. Irgalmat ezt a szépen. Rátéri. Jézus köszönjük bűnbocsánatát. Megéri azt, ami az evangélium szól, hogy megbocsátottak a vétkén. És ott van ez a másik ember. Ott van a farizeus, aki meghívja Jézus magához. Ki azt mondja, hogy gyere hozzám a közösségbe. Gyere legyünk egy asztal közösségbe. Üljünk le enni és beszélgessünk. Hogy miért nem tudjuk esetni. Lehet, hogy őszinte kíváncsiság van benne, lehet, hogy szeretett volna úgy beszélgetni Jézussal, ahol nem szólnak közbe, ahol nincsen különleges esemény, váltalan fordulat, hanem csak ő és Jézus meg az a megszokott vendégség, mindig megszokott hívni magához, hiszen úgy illik egy társadalomban, kiemelkedő ember, többeket is meghív magához a sörre. Fel akartam mutatni, hogy milyen jó ember, hogy egy tanító meghív magához. Vagy jobban meg akarta ismerni, vagy jobban ki akarta ismerni Jézus. Vagy szeretett volna gyűjteni olyan információkat, olyan titkos dolgokat, amit később majd továbbadhat, de tudjuk. Talán nem is ez a lényeg. De sokkal távolságtartó volt, mint ez az asszony. Pedig az asszonynak kellett volna távolságot tartani. Korai levél szokását elmondja. A vendéget illet a szolgákkal, a vendéget a lábát illet a szolgákkal mondja. Mintha simán ezt elfelejtenénk. Ez egy gesztus. Sőt, hát ez egy azért volt szokás, mert általában mezitlát kezdődöttek. És aztán fölfeküd egy ágyra, hosszos lábba,
De ott akkor az volt a szolgák feladat, hogy megadossák a vendéglátást. Hát ez elmaradt. Tanítóknak kiállt a köszönés azzal az üdvözlési formával, amit arcon csókolásnak nevezünk. Sőt, ha valaki nagy tisztességben levő ember volt, akkor még olajjal is megkentik a fejét, kifejezve ezzel azt a felnézést a nagy tanítóra, vagy a kiemelt embernek. Mintha egyfajta kettős magatartás lenne ennek a farizeusnak simogni. Tisztelte Jézus, meg nem is. Megbecsülte, hiszen meghívta, és
és ahol a Jézussal találkozik ez a reménység, hitté formálódik és átér bűnbocsánat. Átérte, hogy Jézus megbocsátott neki. Átérte, hogy Isten elengedte a vétkeit. A könnyek talál ezt a hálát, az örömet is kifejezi, miközben sír az ő bűnei miatt. A drága könnyek talál arra oda, hogy neki semmi sem drága, ha Jézus elfogadja őt, ha Jézus az övé. Nem csak abban volt különbség a farizeussal szemben, hogy ennek az asszonynak sok volt a bűne, hanem abban is, hogy ő neki hite formálódott. Ajándékot kapta a bűnbocsánatot, de az nem automatikusan lett az övé. Fel kellett ismerni, hogy ő bűnös. Be kellett ismernie magának, és Jézusnak is. Bűnbánatot kellett tartania, és talán ezt fejezte ki az a néma, Jézus lábának az ülés, a sírás, és a Jézus lábának a kérdés. És talán kifejezte azt a szeretetet, amivel megköszönni Jézusnak azt, hogy ő elfogadta. És milyen csodálatos, hogy a történet során Jézus egyre inkább az asszony felé fordul. Először némán tűri, hogy megkenjék a lábát, aztán védelmébe veszi a farizeussal szemben, aki megbotránkozik, bár nem merik ő mondani. Aztán odafordul az asszony felé, elmondja, hogy miért is történt mindaz, ami történt. És végül pedig beszél az ő bűnei megbocsátásáról. Bocsánat, hogy gyertek a te bűneid. A te hited megtartott téged. Menj el békességre. Nem tudom, hogy mit gondolsz most erről a történetről. Mit gondolsz az asszonyról, mit gondolsz Simonról? És hol érzem magad érintettnek? Mennyire van benne ez a kettős gondolkozás, ami a fariseusban, hogy hát azért jó, ha Jézussal vagyunk néha, meg imádkozunk, meg imádjuk, meg nem tudom én, aztán következő pillanatban meg képes vagyunk elfelejteni, és már nem is annyira fontos. Meghívjuk, imádságot elmondjuk étkezés előtt, hogy jöjjön vendégségbe hozzám. És aztán a következő pillanatban sokkal fontosabb dolgaik vannak, mint ő, mint a vele való foglalkozás, mint a ráfigyelés, az ő akarata megkövetése. És aztán, ha látok valakit, aki körül tudjuk, hogy milyen ember, és Jézus közelébe kerül, akkor vagy, mit gondolunk az asszonnyal kapcsolatban, és ő hogyan áll közel hozzá? Az ő bűnössége, az ő elesettsége, az ő kitaszítottsága, majd előttem van október végén, amikor a templomban egy cigány fiatalembert a bizonyságot, és elmondta, hogy átérte ezt a kitaszítottságot, átérte ezt a megvetést. Elmondta a saját szó, hogy milyen piszokos érzés. Látja a többi emberek, hogy néznek rá, azért, mert ő az, aki. Ez az, hogy ezt érte. És ez nem volt akadály abban, nem volt akadály az, hogy mégis Jézushoz akarjuk. Nem tudom, hogy személyes lelki életet hol tart, és a Jézus ahol kapcsolatom milyen. Nem tudom, hogy melyikhez hasonlít inkább. Történnek számomra a kicsengése az, hogy és mind a két embert komolyan akarta lenni. Pontosan a komolyan is lette. De a kettő közül az egyiknek ez fontos volt.
És a kettő közül egyik másnap ugyanott folytatta az életét, ahol előző nap. A másik pedig határtalan örömmel és boldogsággal élte tovább az életét. Jézus azt szeretné, hogy ez az utóbbi ember lennénk, aki másnap átélve a megbocsátás csodáját, a megbocsátva lét örömét és boldogságot, a szabadságot, ami azt jelenti, hogy Isten eltörölte, ebben tud tovább élni. Vagy az Isten vagy, ezt éppen az adventi várakozásban, hogy ő látogat meg, hogy eljön, akit már a Szent Atyák várta. Eljön, hogy azt mondja neked, megbocsátottam a te létvéd. Én kárt az idei életben imádkozzunk. Urunk Isten, talán az a legnagyobb kívánunk, hogy sokszor inkább a másik ember életével foglalkozunk, mint a sajátunkkal. Talán ezért nem tudott Simon sem úgy gondolkozni, ahogyan Jézus szerette volna, mert nem igazán. Egészen addig, amíg a társadalom önmagánál rosszabbat látott, addig kihúzta magát, és azt mondta, hogy én hozzá képes jól vagyok. Ez a legnagyobb bajunk, hogy tudunk a másikra mutogatni. El tudjuk mondani önmagunk lelkiismeretét nyugtatva, hogy én hozzá képes, hogy én sokkal előrébb vagyok, és az még elég. És kiderül, hogy nem elég. Mert az, hogyha az a másik, akire mutogatunk, ráébred arra, hogy ki ő valójában, sokkal nagyobb boldogságot érhet meg, megbocsátatva a létben. Úrunk, szeretnénk átélni ezt az örömet. És talán ez a mai és a következő két este ebben segít bennünket, és a vasárnapi úrvacsora közösség ebben erősített meg bennünket, hogy eltöröltettek az én bűneim. Urunk Isten, hogy egyet így tudjunk estéről estére készülni, itt tudjuk a te szenteid áldását kérni, itt tudjuk önvizsgálatot tartani, itt tudjuk valóban elmélyedni mindabban, amit hallunk, hogy a hitünk erősödjön, az a hit, ami hozzád köt, ami felismeri, hogy ki vagy valójában, és ami ezért oda vezet Jézus lábához, leültet, és segít, hogy megvárt, hogy megvárjon, amíg ő hozzád szól. Mert a várakozásban készülünk, Urunk, az ünnepre. Mert a várakozásban vágyodunk arra, hogy te megérints. Ebben a várakozásban vágyakozunk arra, hogy átéljük ezt az örömhírt, amit te fiat hozott közénk, aki a szabadító, aki a megtartó, aki majd karácsonykor megszületik, de megszületett már 2000 évvel ezelőtt, de újra kell megszületnie az én szívem. Így kérjük Istenünk a holnapi napért, újra elét hozzuk nagy tiszteletből a Farkas Gergelyt és az ő gyógyulását. Elétbe hozzuk azokat, akik ma nem lehettek itt, de holnapra készülnek, de lelked áldásával érkezhessenek meg. És te elétbe hozzuk a mi itt való életünket is.
Adjad Urunk, hogy ennek a bűnös asszonynak a felismerése legyen a mi felismerésünk, és az, amit ő átélt, te megbocsátok kegyelmet, lehessen az, amit mi is átélünk. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Ti azért így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a fölös. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.